Odakentedik a második vágányra. A vágány mellett kérjük vigyázzanak. A vonat további indul a Szépvágányra irányára. Figyelkezik, hogy a vonat megálló helyen. Sziasztok, üdvözletem minden ismét, Sziget-Szent Miklós gyártelep megállóból. Ja, arrafele jártunk a múltkor, a taksonyi hév bejárásánál. Most pedig egy másik iparvágány fog bejárni, ami így errefele van, ez a tököri egykori reptérnek az iparvágánya. A kiágazása az egy picivel arrébb volt, majd elmegyek addig és megmutatom. Hát a története az röviden nagyjából annyi, mert túl sok információt erre nem lehet megtalálni, hogy még egykor, amikor a repülőtér épült, akkor építették ki, és egyébként 1991-ig volt használatban. Ugye a kivonuló szovjet csapatok használták utoljára, mikor a reptérről a dolgaikat elvitték. És erről már beszéltem a taksonyi hévnek a bejárásánál is, hogy eleinte ugye vitték azon a vonalon az autógyáron keresztül, mert az volt használható vágány, az egykori autógyár bejáratáig tartó vágányszakasz már akkor nem volt használatban. És utána viszont a reptér már nem használta a vasutat. És azt nézzétek, itt volt egy koronaváltó, és még a kiágazás megvan, sőt még sinek is vannak, de itt ágazott ki egykor az iparvágány. Azért az űrszelvényből jöjjünk ki, hiába most ment el a vonat. Na, szóval itt ágazott ki az iparvágány, és ment a reptér fele. Ilyen pár száz méteres iparvágány, nem volt ez hosszú. Hát a másabb, akkor itt mellette ezen a földúton tudok menni. És tehátok, itt volt egy koron a kiágazás, és tehátok, itt van a vágány. Hát megpróbálom követni, ameddig lehet. És amit eddig nem mondtam még, hogy ez egy villamosított iparvágány volt. Látjátok, az osztop még megvan. És ezek szerint a sineket se szedték föl, csak benőtte a gaz. És ezt nézzétek itt. Nem csak sima rácsos oszlop, hanem ez egy pörgetett vasbeton oszlop is van, és ez is a vágányhoz tartozott. Még a felső vezetéktartó kampók is rajta vannak. Hát a háttérben látszik még két ilyen pörgetett vasbeton oszlop. Ezt nézzétek, itt jön a vágány az úton. És itt viszont eltűnik a sín valamennyire, hát ráholták az utat, de csak ennyi. Tehát itt nem is földút van a sinek helyén, hanem úgy épült ide ki a földút, hogy itt volt a vágány. Hát egyszerűen ráholták a sarat így az évek alatt. És látjátok, a reptér az üzemel, sportrepülők itt szállnak rendszeresen. Csak a vasúti szállítás már nem igénylik. És ezt nézzétek, egyébként a vágány az megvan folyamatosan, csak egy helyen ott az út rajta. Még az oszlopok is. Csak a vezetéket szedték le. És látjátok, tehát ez... Nem tudom erről megmondani, hogy ez hivatalos bontás volt, hogy egyszerűen ellopták a felső vezetéket, de... És ott viszont a háttérben van egy oszlop, amit ki is döntöttek. Hát ezt viszont valaki kidöntötte, ezt az oszlopot, de... Látjátok, így néz ki egy pörgetett vasbeton oszlop. Ugye merevítésnek ott van benne ezek a vas darabok. Talán jobban látszik ez a vasháló, ami innen van, és ugye itt volt az oszlop. Hát ez felborult. Igen, ott mutatja az oszlop, hogy hol ment tovább a vágány, de látjátok, hogy ráaszfaltoztak az úton. Viszont szerintem ott a gazda még folytatódik. És látjátok, itt ment egykor a vasút, innen már azért begazosodott elég rendesen. És itt a vége, fuss el véle. Az iparvágány kapuja, ennyi maradt belőle, viszont látszik még egy pár oszlopot a háttérbe. És akkor ez a videó az ennyi lett volna, itt visszasétáltam a vágányok mentén a pályához. Ez már a Ráckevei hév, és ez a Szigethalmi megálló, tehát mindjárt megnézem, mikor fog vonat menni vissza. És akkor ez a videó az ennyi lett volna. Hát ez egy nagyon rövid vonalbejárás volt ebből. Sokkal többet nem lehet kihozni, pár száz méteres iparvágány viszont. Ami érdekes, hogy a sinek is megvannak, sőt, még az oszlopok is.
majd keresek róla régebbi fentről pontos képeket, és akkor meglátjuk, hogy ki látszik még. Na akkor ez ennyi lett volna. Ja, és ott van a másik peron, onnan fog majd megállni a Budapest felemenő vonat. Úgyhogy akkor ez ennyi lett volna. Köszönjük, ezt is megnéztétek. Sziasztok!